Szép napot kívánok innen a Bankcenterből, ahol a Budapesti Értéktőzsde központja is található. A mai alkalommal Stefán Krisztiánnal, a Raiffeisen Bank üzletkötőjével beszélgetünk az elmúlt hetek történéseiről. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Milyen hónapot zárta a magyar tőzsde július során? Hogyan mentek a nagy papírok? Alapvetően ugye a nyári hónapok nem az őrületes forgalomról és jelentős árfolyam elmozdulásokról szólnak, azonban mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a magyar piac összhangban némiképpen ugye a régióval felülteljesítőnek számított, és abszolút pozitív heteket tudhatunk magunk mögött így a július folyamán. De ez a pozitív teljesítmény leginkább ugye a természetesen ugye a blue chip papírjainknak köszönhető, ugye az OTP mint egyik legmeghatározóbb papír némi korrekcióval kezdte, ugye 9000 forintos szintig volt némi visszateszt ugye a bankpapír részvényeiben, azonban 9300 és 9500 forint közötti szinteken mozogtunk leginkább. Ugye ez a stabil, pozitív teljesítmény egyrészt ugye a meghirdetett részvényvásárlások, saját részvényvásárlásoknak köszönhető, aztán pozitív adósbesorolás is láthatunk júliusban az S&P részéről, ugye a bankpapírt szintén érintette, egy pozitív hangulatot eredményez, hiszen így nagyobb bizalommal fordulnak ugye a befektetők, külföldi befektetők is az OTP iránt, illetve nem elhanyagolandó az, hogy a régiós bankok, amelyeknek már volt gyors jelentése, azok pozitív eredményekről tudtak beszámolni, ezeket publikálták, úgyhogy ilyen szempontból jó előjel az OTP számára az augusztusi gyors jelentés. A MOL tekintetében ott az osztalék fizetés követően volt némi forgalomcsökkenés, de ez egyrészt természetesen nyilván a nyári hónapoknak köszönhető, de mindenféleképpen jöttek pozitív hírek, hiszen jelentős beruházás sokat tervez megvalósítani a MOL a közeljövőben. Ugye ez összhangban van a hosszú távú stratégiával, nem csak olajipari, a régió meghatározó és vezető olajipari vállalat akar lenni, hanem vegyipari szegmensben is kíván nyitni. Így ilyen műanyag alapanyag gyártásra alkalmas komplexumot fognak létrehozni, ennek a keretében egy 1 milliárd dolláros beruházás fog megvalósulni, úgyhogy mindenféleképpen ilyen ambiciózus tervek és hírek vannak a hazai olajpapírunkról, ilyen szempontból ez a stabil és kiegyensúlyozott teljesítmény véhetően továbbra is fog maradni. Jelenleg az elmúlt hetekben a 21.500 és 22.000 forintos sávban kereskedett. A Richter volt az első a blue chip-eink közül, amelyik az eredményeit publikálta. Némiképp meglepetést okozott, pozitív eredményeket tudott jelenteni. Ez mindenféleképpen egy pozitív. Talán a Richter volt egyébként így a nyári hónapokban az egyetlen, amelyik lehet azt mondani, hogy kakukktojás volt, hiszen egy korrekció zajlott a piacon, ugye 7200 forintról 6700 körüli szinteken kereskedik jelenleg a papír. Ugye július egyik legnagyobb eseménye volt a Budapesti Értéktőzsdén, július 6-a óta kereskedhető a Waberers részvénye, ez egy régóta várt érkezés volt. Mit lehet tudni, és hogyan alakult azóta a részvény árfolyam? Így van, hát ez a kibocsátás ez rendkívül fontos, és nagyon sokan várták, hogy végre egy ilyen értelmezhető méretű, valós üzleti modellel és megfelelő üzleti modellel rendelkező cég lépjen ugye piacra, dobja piacra ugye a részvényeit. Évek, talán lehet azt mondani, hogy évtizedek óta nem volt egy ilyen hosszú ideje várt és jelentős kibocsátás. Ez mindenféleképpen egy pozitív dolog, ugye július 6-a óta lehet kereskedni a papírral, 5100 körüli szinteken indult a kereskedés. Azt el lehet mondani, hogy nagyjából ezeken a szinteken, 5100 és 5000 forint körüli szinteken zajlik a kereskedésnek a nagy része. Forgalom még igazából nem társult azért ehhez a pár hetes forgalomhoz, de bízunk benne, hogy a jövőben láthatunk. Megnéztük most a nagy kapitalizációjú részvényeket, nézzük meg a kisebbek, a midcap-ek környékén, a standard kategóriában. Voltak olyan események, amelyek említésre méltóak július során? Szerencsére, hogy ez a standard kategóriában zajlott az élet, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, nem úgy, mint korábban, hiszen voltak olyan kisebb papírok, amelyek rendkívül jelentős forgalmat és jelentős pozitív és negatív árfolyam elmozdulást is tudtak produkálni. Itt leginkább a Konzumra és Opimusra gondolok, ugye a kisbefektetők életét és igazából a fókuszát az nagyon szépen
kiéleszt így a július hónapban. A Konzum 1000 forintról 3200 forintig tudott pár hét alatt emelkedni, míg az Opimus papírjai, ezek a részvények 140-ről ilyen 220-230 forint körüli magasságokat tudtak elérni. Természetesen ennek a pozitív és nagy árfolyam elmozdulásnak meglett a korrekciója is a napokban, tehát így a tophoz képest, hogy az értékükből azért jelentős értékvesztés történt ezekben a hetekben, szóval a július az mindenféleképpen kijelenthető, hogy egy jelent igazán aktív és zajlott az élet a standard kategóriában is. Stefan Krisztiánnak köszönöm szépen a válaszokat!